Pár nappal korábban még az emeletre vitték ingóságaikat a kövesbeli hétvégi házak tulajdonosai, mivel biztosak voltak abban, hogy 660-670 cm-ig emelkedik a Duna vízállása. Úgy hitték, az egész köves úszik majd. Most az előrejelzések kedvezőbb képet mutatnak, azonban a helyiek mindenre felkészültek, és a homokzsákokat is készenlétbe helyezték. Mivel a, a Duna szintje alacsony volt az záradás előtt, úgyhogy van hely a Duna medrében, és ezek szerint a víz most nem kell, hogy magasabb legyen, mint 550 centi. Na most mi azért készítjük a zsákokat, mivel ennek az improvizált kis töltésünknek vannak alacsonyabb szintjei. És hogyha a víz ilyen 620-30-ra jön, és nagyon közel van, hogy kijöntsön, akkor ezeket a gyengébb pontokat még tudjuk védeni, hogy most 10 centi miatt azért ne úsznak a házak, mert ide amikor benne a víz, nem is tudjuk inni kiozni a vizet, ki kell pumpálni, mocsár marad, minden tönkre megy úgy, hogy a város rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztálya ma reggel egy konténernyelőre megtöltött homokzsákot adományozott az érintett tulajdonosoknak. Ezen felül a vajdaság vizei közvállalat homokot és ezer zsákot juttatott a polgároknak, akik saját kezűleg töltötték meg azokat és elhelyezték a kritikus pontokra. Még tudja védni ezt az 50-60 méter alacsonyabb szintét, és úgy szintén le kell zárni az utakat, ahol be tudunk jönni a kövesbe, mert ott sokkal alacsonyabb, és hogyha följön az úttestén, vagy a hátsó erdőből, ha bejön a víz, akkor teljesen zárjuk zsákokkal. Na most, hogyha a Duna csak egy-két napot áraz gyorsan lefolyik, akkor nincs semmi gond, de hogyha a Duna magas szintje megmarad négy-öt napot is, akkor szerintem a zsákok segítenek, akkor szétnyomja a töltést, és akkor bejön a víz. Kormányos Zalán szerint magasabb töltés szükséges a kövesben, ami hosszú távon megoldaná az érintettek problémáját. Mint mondja, az elkövetkező napok a várakozásról szólnak az újvidékiek kedvelt víkend telepén, folyamatosan követik a Duna szintjét és mivel az elmúlt egy évben harmadszor van árvízveszély, késő tavaszig lesen viszik ingóságaikat az emeletről.